Köszöntöm a hatos csatorna nézőit, a Spillerek mai vendége, Major Melinda, a Tatabányai Jászai Mari Színház színésznője. Szia, Melinda! Szia! 2011 óta, amikor elindult a Tatabányai Színházban Crespo Rodrigo igazgatása, azóta dolgozol ebben a társulatban. Hogy érzed magad most már így a 5 év után? Hát, iszonyatosan jól. Tehát én megtaláltam azt a helyet, meg azt a nem műhelyt, mert van ott nagy színpadban, kis színpadban, stúdióban minden, hanem valószínűleg azt az alkotó közeget, amikor pont ebben a korban, pont ebben a színészi lelki állapotban pont szükségem volt. Tehát ez az a színház, ahol ugye nincs nagy költségvetés, tehát aki jön, az csak azért jön, mert dolgozni akar. Itt más kihívás nincs, csak az, hogy mit csinálsz az adott nyersanyagból, a színészekből és a többiből, és ez valami olyan varást és ízt ad annak, hogy aki rendező jön, az valóban érdekli a munkája. A színészek, akik oda szerződnek, így nem is azt mondom, hogy egymásra utaltam, de valahogy mégiscsak lett ilyen kis fészek. És az, hogy ez színvonalasra sikerült, azt gondolom, hogy nem csak a Rodrigónak volt álma, hanem mindenkinek, aki szép lassan beleszeretett ebbe a színházba, meg ebbe a csapatba. Vannak, akik abban hisznek, hogy úgy tudnak dolgozni, nagyon szenvednek, és az életük is meg van spékelve óriási hullámvölgyekkel, hegyekkel, és mészséges szenvedésből születhetnek meg csak a drámák. Én ebben nem hiszek. Én mindig akkor tudtam jól dolgozni, hogyha a közeg olyan volt, ami inspirált, tehát ahol elfogadnak, ahol szeretnek, ahol nem érzem azt, hogy na, lássuk, mit tud a kis piros hajú, hanem hogy effektíve érzed azt a szeretetet. Érdekes volt egyszer egy sajtótájékoztató, amikor már társulati tagok lettünk, mert addig mindenki jött, ment, mindenki kóstolgatta egymást, és ott civil nézők is megjelentek a sajtótájékoztatón, lehetett kérdezni. És utána odajöttek sokan, hogy hát ők csak azt érzik, hogy itt van ez a tizenvalahány ember, és hogy nagyon szeretik egymást, hogy ez lehetséges, hogy ez igaz-e színházban. És így nem is nagyon értettük a kérdést, mert igen, igaz. Tehát amikor azzal jönnek esetleg, hogy emberek áskálódnak, meg irigyek, biztos volt erre példa mondjuk fiatal koromban esetleg, de nincs erre idő, nincs erre szükség, nem lesz attól senki jobb, hogy ezt játszod, vagy azt játszod, és ez a feltétel nélküli ragaszkodás, meg szurkolás, az annyira tetten érhető a munkákban, amikor mi próbálunk, hogy van a szerepem, van, amit meg kell oldani, nagyon nehéz feladat, de vagy mindig van arra szeretet, meg energia, hogy nézzem, hogy mit csinál a kolléga vagy kolléganő, és mondjuk azt mondja, hogy esetleg ez szerintem tök jó, próbált ki. Nincsenek olyan, nem is hatalmi harcok, nincsenek territóriumok, senki se pisilte körbe a maga kis sarkát, itt mindenki valahogy együgyért dolgozik, és ez iszonyatosan jó dolog, hogy ilyen nyugodtan lehet koncentrálni a munkára, nem zavar be a politika, nem zavar be semmi, tehát hogy igen, arra figyelsz, ami fontos. De ennek mi lehet az oka? Az lehet az oka, hogy bár közel a főváros, de mégiscsak egy vidéki helyszínről beszélünk, vagy egyszerűen jól lett összeválogatva a csapat, ami mondjuk a Rodrigo érdeme, igen, lehet, hogy jól érezte meg, hogy kik azok az emberek, akik együtt tudnak dolgozni. Tehát mitől vagytok jók így együtt? Nagyon jól lett összeválogatva a csapat, tehát egy borzasztóan érzékeny kis társulat lett itt. És akiket lehívott a Rodrigo dolgozni, akikkel jól ment a munka, azok valahogy meg is szerették ezt az egészet, és most már ott tartanak, hogy emberekben gondolkoznak. Tehát nem csak még valaki elővesz egy darabot, mert régi álma, hanem azért, mert. Tehát végre eljutottunk ideig, holott ez egy nagyon friss színház. Voltak szerintem olyan kollégák is, vagy rendezők, akiknek nem jött be ez a közeg, és azok így lemorzsolódtak, így az 5 év alatt. De valahogy maradt egy olyan tisztánlátás mindenkiben, hogy igen, vele menni fog. Lehet, hogy nem úgy sikerül, mert ez egy új út, vagy olyan darabot próbálunk ki, ami annyira kortás és annyira nehéz, hogy esetleg nem lesz csillagos ötös, de ez nem baj, mert ez mind ahhoz az úthoz vezet, amit szeretnénk végigjárni mindannyian. Tehát igazából nagyon jól lett összeválogatva a csapat, igen. Az borzasztóan fontos szerintem. Tehát, és valóban volt arra példa, hogy nem jól sikerült az együttműködés, de nagyon nem. Fogalmazhatok így, és az a rendező nem jött többet, de azt gondolom, hogy ez egy közös döntés lehetett. Nem kérdeztem, de majd, hogy nem nyilvánvaló, hogy valahogy nem, senki se találta vele a közös hangot. Az nagyon ritka egyébként, tehát azért tizenvalahány ember, nyilván vannak olyan kérdések, amit tehát nem első körben érted meg rögtön a rendezőt, nekem is voltak nehézségeim, de az nagyon ritka, hogy valaki lejön, és hogy így
egyáltalán ne sikerüljön ez a kis harmonikus együttműködés. De hát ez meg abszolút benne van. Vagy hogy én nem vagyok pont jó valamiben, az is benne van. De azt érezni lehet, hogy a vezetés számít rátok egy-egy döntéshozatalban, esetleg kikérje véleményeteket? Gondolkodik ilyen szempontból is bennetek, hogy együtt működtetni a színházat? Most azon túl, hogy persze ti vagytok a színészei, de hogy a szellemiségében is együtt gondolkodni? Szerintem igen, mert amikor leültetett minket a Rodrigo, legalábbis az én esetem, és elmondja a jövő évadot, akkor azt mi átbeszéljük. Én nem egy ultimátumot szoktam kapni, hanem azt, hogy ez meg ez, mert akkor ő neki egy olyan szerep, amit tavaly nem tudott, és hogy milyen jó lesz akkor, hogy most tavaly ezt játszottam, most meg azt játsza. Tehát hallgatom a Rodrigót, meg a körülötte lévő embereket ott a művészeti titkárságon, akiket nagyon-nagyon szeretek, mert annyira igazi munkának tekintik, és hivatásnak azt a feladatot, mert hogy mondjam, a színészet, igen, az egy hivatás, de ott eldönteni fönt, hogy milyen darabokat kik, tehát ez az alapja, tehát anélkül nem nagyon tudunk működni, csak ezt néha elfelejtjük. És azt gondolom, hogy ott egy olyan csapat van a Rodrigo körül, ami nagyon jól gondolkozik ebben a kis csapatban, ebben a tizenvalahány emberben. Tehát igen, ez borzasztóan fontos, és azt, hogy mit tudom én, van egy premier, és nagyon tetszik, azt is el lehet mondani, vagy ha nem tetszett a darab ritmusa, vagy a szerkezete, akkor leülök és elmondom, és ők kíváncsiak rá. Én meg nagyon kíváncsi vagyok, hogyha valamit bemutattunk, hogy utána mit szólnak, hiszen ők láttak mindent. És volt a Mumusom, a Strindberg darab, amit nagyon nehezen tudtam megenni, meg felfogni, hogy én ilyet játszom, és minden este el kell tolni a hegyet, és jaj, rettenetesen rettegtem. És nagyon-nagyon fontos volt nekem például az ő véleményük, hogy lejöttek, és azt mondták, hogy na, ez azért fontos, mert eljutottál most már innen ide, mert mi ezt látjuk tavaly óta. És ezek borzasztóan fontos visszajelzések, mert az, hogy önmagában valami jó, az nagyon persze borzasztóan fontos, de az, hogy én mit tudtam kihozni magamból ahhoz képest, ami vagy aki tavaly voltam. Úgyhogy nekem ugyanolyan fontos ezeknek az embereknek a véleménye, nyilván a nézőké is, csak ez egy belső út van, ami itt a nézőknek szól, és akkor van egy belső út, amit még végigjárunk. De akkor ez azt jelenti, hogy hogy folyamatosan fedezed föl magadban azt, hogy még mi az, amit tudsz, még mi az, amit tanultál, vagy mi az, amit még tanulnod kell? Tehát ez olyan egy folyamatos... fogalmazol, igen, meg hogy mi az, amit még nem tudok, és ez még mindig nem megy, és úristen, hogy kell megtalálni ennek az igazságát. Itt a Strindbergben az volt a legnehezebb, hogy kinyitni olyan ajtókat, amik még én se szívesen nézek. Tehát és akkor magadban kinyitni ezt, de úgy, hogy úgy legyen személyes, hogy ne te legyél. Tehát én nem szeretem, amikor valaki nagyon személyes bánatot fölvisz, mert aznap rossz napja, és érzem, hogy olyan civil megfogalmazásból nagyon szenved most a színésznő, és úgy csapkodja magát. Tehát, hogy ne ezt, hanem a hiányérzetnek azt a hiányérzetét föltenni, ami megérinti a nézőt, vagy a válásnak, vagy az elmúlásnak, vagy a kudarcnak. Tehát, hogy ezt azért nehéz, mert ez mindig akkor jó, ha igazi. Csak ne keveredjön össze egy ilyen pillanatnyi civil lelkiállapottal, mert az bukta. Tehát az utána úgyse születik meg, és nem is nagyon érdekel a személyes bánat, meg a személyes öröm, hanem a színpadon lévő emberek közötti itt és most. Mi még ezt tanultuk az egyetemen, és én még mindig ebben hiszek, mert ez az, ami elvarázsol, meg leköt. És ezt fölrakni a színpadra, ez volt mondom az egyik legnehezebb út, és nagyon minden darab új, jönnek az új rendezők, jönnek az új kollégák, és volt olyan, emlékszem, hogy mondom, ez jó kis darab lesz, jó könnyű, itt én jól el leszek, 8 nő, mikvel olyan egyértelműek a karakterek, engem vert a férjem, a másikat, tehát egy ilyen tényleg kristálytisztán megírt darab, nem voltak benne titkok, amit nekem kell felfedezni, és akkor el kellett játszani. És akkor azért voltam bajban, mert jött ez a személyes szenvelgés, hogy jaj, de szar nekem, ver a férjem vasalóval. Tehát nagyon nehezen találtam az utat, hogy lehet ezt úgy elmondani, hogy egy valóságot láss. Tehát, hogy biztos találkoztál olyan tragédiák, amikor valakinek tényleg évek óta tartó valami nagyon komoly tragédiában van benne, de ezt nem úgy mesél el neked, hogy zokog a villamoson, hanem annak sokkal mélyebb rétegei vannak. És amikor azt hiszem, de hogy... Tök szárazan, hogy hát is ilyen. Például igen. Szárazan, vagy hogy igen, mi az a hang, ahol megbicsaklik a hangod, mi az az egy szó, amit nehezen mondasz ki, és akkor ebből a könnyű feladatból lett az, hogy ezt sem tudom még, tehát most akkor ezzel is meg kell birkózni. Az sem volt könnyű, tehát
És a black comedyben mi a nehézség, amit most csináltok? A black comedy... Vagy az tök könnyű? Dehogy könnyű. Hát, eleve nagyon nyitott a rendező, és amikor elolvastam, hogy én kínai tájszólásban beszélek, kicsit így, és 10 perc után azt hittem, hogy hasba döföm magam, ez elviselhetetlen. Tehát erre a karakterre lett át megírva, és megkérdeztem a Kornélt, a Simon Kornélt, hogy átírhatom-e, mert hogy egy takarítónőnek átszázza magát a Lea, egy ilyen tenyeres, talpas, beszólogatós, hót egyszerű takarítónak. És mondta, hogy természetesen, mert ez a csipogó kínai tetszik tudni, kicsi, pici 500, ez elviselhetetlen 5 perc után, és hosszú-hosszú monológ 5 oldalon keresztül. És mondta, hogy nyugodtan, átírtam, tehát most meg kell csinálnom ezt a kis tenyeres talpas takarítónénit, aki jön, megy, csapkod. Nagyon nehéz műfő ez a komédia, tehát ez tiszok nehéz. Tehát nézem a többieket, és mindenkinek csorog a víz a hátán. Nagyon-nagyon nehéz műfaj, nagyon. Tehát ez strapás, ez melós, az biztos. Hát igen, itt nem segítenek át sok az érzelmek, amikor egy drámai szerepben sokszor érzed, és akkor megy, és akkor víz, és a néző megy. Itt a profizmus számít nagyon. Itt nagyon észnél kell lenni. Ritmus, igen, ritmus, hangsúlyok és pontosság. Tehát itt ugyanúgy kell játszani minden este, mert ez akkor lesz jó. Itt nincsenek külön kis szólamok, itt van egy zenemű, amit össze kell rakni. Igen, és hogyha az egyik billen, akkor borul az előadás, tehát itt aztán nagyon-nagyon együtt kell dolgozni. Akkor már megbillentünk, nagyon nehéz, nagyon nehéz. Azt mennyire szoktad meg, hogy vidékenre kell járni, hogy ugye itt a fővárosban, vagy a főváros mellett közel élsz, és hogy nem itt zajlik az életed, ami korábban hosszú éveken keresztül, hanem hogy el kell menni, és a munkahelyed nem itt van, hanem máshol, és ettől az egész életed ástruktúrálódik, nyilván kimarad egy csomó minden, akár a szinkronok, amit korábban nagyon sokat csináltál, tehát ezt hogy szoktad meg, és hogy tudtad átrendezni az életed? A szinkronok gyakorlatilag teljesen kimaradtak, tehát nyáron csináltam 1-2 filmet, nem érek rá. Tehát minden nap próbálok, még a 5 évvel ezelőtt csináltam azt, hogy visszajöttem próbáról, vagy még éjszaka szinkronizáltam, 2-szer aludtam piros lámpánál, abba hagytam. Tehát nem lehet ilyen tempóban dolgozni. Viszont én nehézkes vagyok olyan szempontból, hogy nem tudok egyszerre 3 felé koncentrálni, hogy egy pesti színházhoz még egy szerepre, vagy még egy munkára. Tehát nekem ez nem megy, nekem kell egy stabilitás és egy nyugalom. És szépen kialakult az, hogy csak tatabányán dolgozom. Tehát én nem járok föl szinkronra sem. Egyszerűen nem fér bele az időmbe és az életembe, és így van egy egyensúly, van egy kialakult tempó, amit nagyon-nagyon szeretek. Tehát én 25 perc alatt ott vagyok kocsival. Ugyanaz, mintha Pestre jönnék, csak megállok egy gyönyörű épületnél. Na, nekem nagyon fontos, hogy én szeretek ott bent lenni. Tehát hogy ilyen... Megszoktam az a kis fészkem, ott van egy nagy park, fönt van egy tetőterasz, oda megyünk mindig mindent megbeszélni, kávé és nem tudom, egyebek mellett. Tehát, hogy nekem ez egy stabilitás, de amikor a Nemzetiben voltam, akkor is az volt, hogy van egy origó, és akkor a köré rendezni mindent, és csak azt hiszem, hogy ott megérkezem, leteszem a kocsit végre, és akkor ott vannak azok, akikkel lehet dolgozni. Az, hogy most ez nem Budapest, hanem Tatabánya, igazából nem nagyon, nincs különbség. Egyáltalán nincs különbség. Tehát ki kell számolni, hogy mennyi idővel több, vagy ennyi, de gyakorlatilag ennyi. Az pedig, hogy kevesebb a pörgés, az borzasztóan megnyugtat, mert én így is képzeltem el az életemet, hogy vannak fajsúlyos dolgok, és a kevésbé fajsúlyosokra, ugye ott a kislányom, ez fontosabb, mint hogy még elmenjek egy szinkronba. Nagyon hiányzik a szinkron, de már 5 évvel ezelőtt is hiányzott, amikor nagyon kevés volt a munka. Tehát hiányoznak a kollégák, hiányzik az egész közeg, hiányzik annak a varázsa, amit a szinkron nyújt. De ez a valamit valamiért, tehát el kellett dönteni, hogy én bírom ezt, hogy ingázgatok, és még Tatabányáról vissza Pest, és még onnan haza Pátyra. Én ezt végig gondoltam, nekem ez sok. Tehát van, aki ezt élvezi, van olyan kollégám, aki lubickol, tehát nem lehet fölhívni, mert távol megy B-be egész, amit a mérgezett egér. Mert én nem ilyen vagyok, én ilyen kis leülős, nyugisabb típus. De ez egy nehéz döntés volt, amikor
úgy döntöttél, hogy a második piros lámpa után, hogy akkor ezt most be kell fejezni, vagy viszonylag adta magát az élet? Adta magát, tehát olyan egyértelmű volt, hogy jó, elfáradtam, ezt így nem szeretném tovább, tehát hogy olyan érdekes dolog ez, amikor valaki, mondjuk elszerződök valahonnan, vagy meghozok egy döntést, mikor kimondod, és utána megkönnyebbülsz, akkor jól érzem magam, tudom, hogy jól döntöttem. Ha utána gyötörnek a kétségek, hogy jó ötlet volt a pátyra kiköltözni Budapestről, akkor valószínűleg lehet, hogy nem döntöttél jól. Ilyen kétségek nem merültek föl bennem. Valószínűleg azért, mert a munka minősége annyira fölülmúlta, vagy felülszárnyalta minden várakozásomat, hogy ilyen, tehát bemegyek ülni, nézni premiért, a kollégámat, és így meg vagyok hatva. Tehát, hogy még mennyi minden van az ott lévő emberekben. Pedig már azt gondolod, hogy azért tudod. Együtt játszottuk már 5 éve, vagy ne adj Isten, főiskolás korunk óta, és akkor egyszer csak, ugye ott van most már a Kardos Robi is, aki szintén osztálytársam volt, és elkezdtük próbálni az öngyilkost, és láttam egy nagy formátumú színészt, hogy te jó Isten, mennyi minden van a Robiban. És amikor a fontos dolgok a helyükre kerülnek, akkor a többi az úgy elmosódik. Tehát nem... Mondom, hiányzik a szinkron, nagyon hiányzik, de azt gondolom, hogy valamiért így kellett lennie, tehát sorszerű, és majd kárpótol az élet valami mással. De az nem hiányzik, hogy a színházi vérkeringésben nem vagy úgy benne, tehát hogy nem napi szóbeszéd tárgya, hogy ki mit csinált, melyik színházban, mert feltételezem, hogy azért a kollégáink nagy része nem jár mindig a Jászai Mari Színházba megnézni előadásokat, tehát hogy az hogy a szakma kevésbé tud rólad, az nem hiányzik? Inkább nem hiányzik. Ami szokott fájni, amikor még az Ibsen Nóráját csináltuk, és meghívták a Nemzetibe, és így rácsodálkoztak a nézők, meg hallottuk, hogy beírtak, hogy hát szeretnének ilyen előadásokat látni, hogy néha rossz, hogy ez a mi titkunk marad. Mondjuk tényleg nagyon kevesen látták az öngyilkost is a Robival, mert ugye nagy színpad, nagyon hamar kijátszottuk, volt 12 előadás, és ott álltunk tétován, hogy ennek még be kellene érnie. Tehát ez még nem a miénk, ezzel még van mit csinálni. Az rossz, tehát hogy is szeretném néha világá küldeni, hogy nézzétek meg a Kardos Robit, hogy nézzétek meg a Crespo Rodrigót a Tártűvben, de hát hál' Istennek ugye most sokan látták, de... Ez, hogy így nem napi szinten, lehet, hogy azért nem hiányzik, mert járok színházba. És így nézem a többieket, ki hol tart, főleg a volt osztálytársakat, és ez úgy megnyugtat. Tehát lehet, hogy nekem ennyi elég. De ha kapok egy csomó díjat, az se baj. De úgy valahogy nem tudom, úgy... Az például nem hiányzik az a fajta izgalom és szorongás, amikor akár a Katonában, akár a Nemzetiben voltam, hogy jött a premier, mondjuk ez a mai napig így van, nem szeretem, mert mindig valami másról szól, és mindig ott van egy B-sáv egész este, hogy úristen, ki van itt, ki látta, mit fog írni, tehát az borzasztó az a menet ott végig. Tehát én olyankor kizárok mindenkit, és megkérem, hogy ne mondják, hogy ki van itt, mert nem tudok koncentrálni. Tehát az például nem hiányzik az állandó megmérettetés hangulat, amit Pesten van, hogy úristen, valaki, mit tudom én, 24 éves kis csikó, mondjuk nem jól siker, és akkor jól megírják, hogy úristen, hát szerencsétlen nem. Tehát, hogy így egy kicsit kegyetlen ez a szakma, meg kegyetlen ez a pálya, mint sok más, csak ez a fajta, mondom, ez a megmérettetés része, ez nem hiányzik. Meg ez a, nem tudom, mikor emberek újra mutogatnak egymásra, vagy amikor nem szurkolnak egymásnak. Nem tudom, lehet, hogy attól, hogy kis színház vagyunk, meg jókat csinálunk, meg senkinek nem mondjuk a szemébe szálka, mindig azt érzem, hogy így szurkolnak nekünk. Tehát lejött mondjuk a Kovács Adél, vagy bárki, és láttam az örömet, hogy ő örül, hogy itt a Tatabányán jó színház van. És ez olyan megható. Tehát amíg ez így rendben van, addig nincs hiányérzetem. Egy nagyon sok mindennel kapcsolatban. Amikor eljöttél a Nemzeti Színházból, ugye Alföldi Robert, amikor igazgató lett, akkor váltatok meg egymástól. Egy interjúban annyira szépen és annyira belátóan nyilatkoztál erről az egész helyzetről. És ahogy most is beszélsz, hát annyira úgy tűnik, hogy tök harmóniában vagy magaddal és a világgal. Ez egy tanulási folyamat volt, vagy eredetileg is ilyen nem, vagy? Ez tanulási folyamat, tehát mire az ember saját magával kibékül, addig megjár olyan utakat, ami előbb-utóbb nagyon jó döntésekhez viszi. Tehát amikor félelemből születnek döntések, pláne amikor az ember fiatal és attól fél, hogy lemarad valamiről, akkor
nem azokkal a dolgokkal van elfoglalva, amivel igazán kellene. Tehát ez egy tanulási folyamat. Ezt nem lehet megúszni szerintem. Tehát aki fél megismerni önmagát, és ez most a szakmától teljesen független dolog, az örök életében valami másra próbálja betömni azokat a lyukakat, ami saját maga. Mert az ember nagyon fél azt mondani, hogy úristen, de hülye voltam, úristen, ezt hogy elcsesztem, na, ma borzalmas voltam. És a színház például olyan, mint egy terápia. Tehát néznek a kollégák, vannak iszonyú tehetségtelen napok, és akkor is fölállsz, kimész, és nem fognak újra, úristen, ez mit keresít, hanem ma ez történt. És ez ad egyfajta szabadságot és bátorságot, mert majd holnap után jó leszek. Vagy ha nem holnap után, akkor majd egy hónap múlva, de az az út ugye az enyém. De én nem ilyen voltam, én konfliktuskerülő voltam. Legalább 10 év ment el az életemből azzal, hogy megfelelési kényszerem volt, jött egy új rendező, vagy új színház, vagy úristen, úristen, úristen. Aztán szép lassan előtérbe kerülnek a fontos dolgok, ha az emberrel sok minden történik, én ebben hiszek, tehát hogy meg kell élni dolgokat, nem megúszni, és szerencsés esetben, mint például amikor a Nemzetitől el kellett jönnöm, ott ült egy új igazgató, és ott volt egy adott társulat. Tehát, hogy miért kellene neki azzal az adott 50 emberrel együtt dolgoznia? Ha neki vannak más tervei, ha van egy olyan színésznő, aki pont olyan, amit ő elképzelt, miért kellene neki, tehát rátukmálják a Major Melindát, hogy vele kell, tehát hogy mondjam, ez egy művészeti dolog, tehát én is jöttem el színháztól, és nem vágták el a torkomat, neki miért ne lenne joga azt mondani, hogy de én ezzel a 40 emberrel szeretnék, mert bennük tudok gondolkozni, vagy nekem vannak már terveim, mert hát voltak is a Robinak tervei, tehát hogy ennek nem szurkolni, nem szép dolog szerintem. Nagyon rossz érzés volt kimaradni valami újból, hogy rám nincs szükség, nagyon-nagyon rossz volt, de utána mentem előadásokat nézni, és láttam, hogy miért nem bennem gondolkozik, hogy miért más az, amiben ő meg tudja valósítani azt, amit ő szeretne. Mondom, nem volt jó, szívesen lettem volna ott bármelyik szerepben, de így alakult, és akkor csak tudtam, hogy ez okkal történik, tehát ennek valami oka van, majd meglátjuk. De, hogy mondjam, attól, hogy az ember oda ment, nem pisiltem körbe egyik sarkot sem, hogy ez most már az enyém, és engem minden nem lehet kitenni. És a nehéz évek következtek így utána, tehát így nem találtam a helyem, nem volt munkám, és utána jött a Rodrigo megkeresés, és rögtön az Ibsen Nóra. Mondta, jó Isten, kit fog érdekelni ma ez a női emancipáció? Mindenki emancipált, mindenki karriert épít, és minden nő dolgozik. Hát majd meglátjuk. És a Guelmino Sándor volt ugye az első rendezés, akivel ott találkoztam, és nagyon jó kedvem volt, ilyen friss munka, szóval Balsai Mont is imádom, beültem az első próbára. Ugye ő volt a Nóra, te meg a Lindenél voltál, igen. Végre jó kis karakter, imádtam, és az első próbán beültem, így szép halka, és így nem bírtam megállni, voltak ötleteim. És így halkan mondtam, és a Sándor mindent végighallgatott, és amit tetszett, azt úgy berakta a darabba. Mondom, jé, így is lehet dolgozni. Előfordult még kisfiók koromban, a Katonában voltunk, és a Cseresznyés kertet próbáltuk, és megbeszélés volt, és valamit nem értettem. És a Zsámbigi tartottam megbeszélést, és akkor felraktam a kezem, hogy szeretnék kérdezni. Hát azokat a döbbent arcokat körülöttem, mondom, mi? És mondok, hogy ez nem így működik, hogy te kérdezel majd, hogyha mond valami. De mondom, én nem tudom, hogy mit kell csinálni, de nem azért kérdezek, mert olyan fontos szereplő vagyok, hanem mert tanástalan vagyok, és kicsi vagyok, és éhes vagyok, és nem tudom, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy én ebben hiszek, tehát, hogy van hierarchia természetesen, de azt érezni, hogy meghallgatnak, és elfogadják, és együtt gondolkozunk, abból általában jó dolgok születnek. Ha mindenki megy így a maga kis vágányán, hát nem tudom, hogy az a sok párhuzamos tud-e találkozni. Annak idején erről is beszéltél több helyen is, hogy nagyon nem akartál te színésznő lenni. Tehát, hogy tulajdonképpen mindenki más megmozgatta a köveket, hogy te végül is ezen a pályán legyél. Jó volt, hogy ennyire erőszakosan téged rátereltek? Úgy érzed most a helyeden vagy? Tehát, hogy mégiscsak ez az igazi? Ez egy hullámzó lelkiállapot, tehát most nagyon jó szerepek várnak, most nagyon jól vagyok, most nem kell Strindberget meg hegyet tolni, meg lapátolni. Tehát ez egy, és hogy mondjam, tehát egyszer beszélgettem egy nagyon híres színésznő, most nem mondom a nevét, és így mondtam neki, hogy ma olyan rossz kedvem van, és félek, hogy fölmegyek a színpadra,
nem fog semmi eszembe jutni, csúnya vagyok, béna vagyok, alkalmatlan vagyok, a nézők majd ezt megérzik, és majd mondják, hogy ez nem is színész, ez azért tudod, hogy lebukok. És mondta, hogy neki nagyon gyakran van ilyen érzés, hogy fölmegy, és hogy ő egy csaló, tudod? Tehát amikor nem úgy sikerülnek a dolgok, meg nem vagy jól, akkor olyan, tehát az összes színész, akit ismerek, olyan kétségbe esetten mélyre le tudunk zuhanni abban, hogy nem hiszünk mondjuk magunkban, aztán ez elmúlik. Tehát nekem ez hullámzó, vannak, amikor azt mondom, hogy igen, és életem legcsodálatosabb szerencséje volt, hogy ide kerültem, meg vannak hetek, hónapok, amikor azt érzem, hogy nem a helyemen vagyok, nem jól csinálom, amit csinálok, nem elég magas színvonalon, ez változó, tehát én még nem láttam színészt, aki hátradőlt, és az, hogy én nagyon a helyemen vagyok, nagyon jó is vagyok, évek óta tart, és ez így is marad. Tehát az, hogy a helyemen vagyok, azt úgy tudnám mondani, hogy most igen, tehát hogy ezt így mindenhogy értem. De azt mondani, hogy nem mardosnak a kétségek, mindig, de az, tehát hogy mondjam, van, aki vegetáriánus, és néha elkezd enni húst. Tehát ezek a kétségek, ezek mindennaposak, hogy mit kéne, és hogy legyek jobb anya, vagy hogy főzzek jobban, vagy esetleg jól. Hogy ez ilyen teljesen hullámzó dolog. De ez meg azért jó, mert én ilyen vagyok. Tehát próbáltam ennek küzdeni, hogy én higgadtabb legyek, meg nem szólok, meg de nem megy. Tehát előbb-utóbb úgy is kitörnek belőlem dolgok. És amikor elfogadod magad olyannak, amilyen vagy, akkor az úgy siklik úgy magával az élet. De az nem jelenti azt, hogy nincsenek amplitúdok, vannak bőven. Hát kívánom azt, hogy minél kisebbek legyenek ezek az amplitúdok, és még sok boldog évet töltse a Jászai Mari Színházban, vagy ahol szeretnél. Köszönöm, hogy itt voltál. A nézőknek köszönjük a figyelmet, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra. A műsorvezető ruhájáról a Mirás Fashion gondoskodott.